A Történelmi Magyarország műemlékeit mutatja be a Szabadtéri Makett Múzeum. A makettek között találhatók várak, kastélyok és templomok, de többek között a szabadkai városháza is. Az épületeket a kultúrtörténeti értékeik alapján válogatták ki. Az Egri vár, a Tihanyi apátság és a parlament csak néhány a legnépszerűbb makettek közül. Fél száz épület kicsinyített mása tekinthető meg a szabadtéri kiállításon. Az objektumok mindegyike jelentős szerepet játszott a történelmi Magyarországon. Nagyon tetszik, most tudtuk meg, hogy nemrég nyílt, egy összem a héten. Hát azért még biztos, hogy nagyon sok jó is lesz, most is nagyon szép és nagyon hasznos főleg, mert azért egy kicsit a történelmi emlékeket az emberbe felidézi. Kastélyok, műemlékek, paloták, templomok, várak adnak esztétikai élményt és hozzák élő közelségbe a régi időket a látogatók számára. Kortól függetlenül a park izgalmas kikapcsolódást nyújt mindenkinek. Azt gondolom, hogy nem is igazán a felnőtteknek lesz ez érdekes, hanem a gyerekeknek. Mondjuk nem az ilyen korúaknak, mint az én unokám, hanem az iskolásoknak, akik rengeteg mindent meg fognak itt tanulni a magyar történelemről. Dlusztus Imre, a múzeum igazgatója 2009-ben álmodta meg a parkot, a kivitelezés több évig tartott. A kezdettől fogva az volt a tervünk, hogy minél több a történelmi Magyarországhoz kötődő műemléket, várat, kastélyt, templomot és középületet hozzunk ide. Lehetőleg arányosan. Az arányosság azt jelenti, hogy a trianoni határon belülről és kívülről is megfelelő mennyiségben mutassunk be műemlékeket. A másik fontos arány a történelmi múlt volt. Az aprólékosan kimunkált makettek 1:25-ös méretarányban készültek el. Csupán két kisebb műemléket, az Árpád emlékművet és Petőfi szülőházát mutatják be 1:10-es léptékkel. Az idegenforgalmi látványosság kialakítása mintegy 650 millió forintba került, mely összegből 436 millió forintot az Európai Unió biztosított.